Vannak emberek, akiknek van pénzük, és vannak emberek, akik gazdagok. Coco Chanel. Azt hiszem, a pénz az egyik legfélreértelmezettebb dolog a Földön. Különböző érzelmeket és különböző szerepeket társítunk hozzá. Én mindig a levegőhöz hasonlítom, hiszen a levegő olyan, hogy nem tudunk nélküle élni, de igazából csak vele se tudunk élni, hanem valahogy kell az életünknek egy ilyen körforgásába egy nagyon fontos fix elem. Néha biztosra vesszük a létét, de hogyha elfogy, akkor remegünk érte, hiszen semmit sem tudunk nélküle csinálni. Ahhoz pedig, hogy nagyobb mennyiségben rendelkezésre álljon, gondolkozzunk kell a környezetéről is. Nem mindegy, hogy hogyan állunk a pénzhez, hogy mi motivál benne minket. Én sokáig rosszul álltam hozzá, azt hittem, hogy a materiális javaktól boldogabb is leszek. Habár nagyon messze vagyok attól, hogy milliárdos legyek, vagy sok százmillió legyen, nem is élhettem át azt az életmódot ezáltal, ugye, amit ők áttudtak, viszont szerencsésnek tartom magam, mert sosem szenvedtem hiányt, sőt, nagyon sok álmom, bakacslistás dolog, amihez valamilyen mennyiségű pénz, valamilyen formában ugye kellett, ezek valóra válhattak. Érted? Valóra válhatott, mint a könyvem, link a leírásban. Persze volt néhány év, amikor nélkülöznöm kellett, főleg, hogyha ugye az előtte lévő időszakhoz viszonyítunk, és tudom, hogy klisé, meg ilyen tipikus mondás, de nem hinném, hogy boldogabb lettem volna akkor, hogyha Bentley-vel jártam volna, és private jettel utaztam volna, és hogyha már repülő. Ez az időszak pont az amerikai második kintlévőségemhez, vagy kinti tanulásomhoz kapcsolódik, amikor ugyanis hát itthon el kellett adnom szinte mindenemet, kölcsön kellett kérnünk azért, hogy egyáltalán ki tudjak menni, és családi barátok segítettek. És egyáltalán nem éreztem cikinek, hogy Amerikában az egyetemen azért jártam ilyen free foodos ingyen kajás eseményekre, hogy megsporoljam azt a pénzt, hogy utána valamerre azért el tudjunk utazni, ha már kijutottam ilyen fantasztikus helyre, és amikor utaztunk, akkor couchsurföltünk, tehát kvázi idegeneknek a kanapéján aludtunk, hogy azzal is ugye nyilván spóroljunk pénzt, mert diákok voltunk, és főleg amerikai standardben nem volt. De az életem egyik legboldogabb, legélménytelibb, felszabadultabb időszaka volt, és a pénz csak egy nagyon-nagyon-nagyon pici szerepet játszott ebben. Pénzért dolgozunk? A legtöbb ember úgy viszonyul a munkájához, hogy azért dolgozik, hogy legyen pénze azokra a dolgokra, amiket amúgy munkán kívül szeretne csinálni, és amik a hobbiai. Ha belegondolsz, ez elég furcsán hangzik. Nem lehetne minden egyszerre? Mert szerintem ez pont egy olyan dolog, hogy ha megtaláljuk azt, amit szeretünk, és jók is vagyunk benne, ami nyilván egy óriási kutatás, egy önfejlesztési, önismereti program az életünkbe, de ha megtaláljuk ezt és összekombináljuk, akkor elég nagy a valószínűsége, hogy meg is tudunk ebből élni. Szeret például utazni, akkor menj olyan helyre dolgozni, ahol benne van a sok utazás, vagy eleve keress egy másik várost, és utazz el, és keress ott munkát. Erre ott van az internet, meg lehet csinálni. És ha úgy érzed, ez most nagyon komoly és szigorú lesz, hogyha úgy érzed, hogy ezt te nem teheted meg, hogy valami akadályoz, gátol benne, ez neked nem működhet, akkor ez érdemes alaposan átgondolni, mert lehet, hogy valamit a fejedben kéne mondjuk helyre rakni. Valóban nem teheted meg, vagy csak fontosabbnak ítélsz valami mást, ami nagyon sokszor lehet, hogy egy belső félelmed. Dumáltam egy csajjal, aki imádott edzeni és imádott utazni, és bármikor, amikor szabad ideje volt, vagy összesporolt egy kis pénzt, akkor ennek a két dolognak hódolt. Amúgy egy állami szektorban, kormányhivatalban dolgozott, de kb. Munkaidő után vállalt privátba személyi edzéseket, és amikor ugye
egy kis pénze lett, akkor meg utazott is. Beszélgettünk, és azt mondtam neki, hogy próbálja meg, nézze meg, maximum nem sikerül neki, és elbukik. Meséltem neki, amit már egy előző vlogban említettem meg, a könyvemben is írtam, Kayla Itzinezről, aki csak elkezdett Instagramra meg YouTube-ra posztolni ilyen edzéses videókat, meg tippeket, és oké, egy ilyen brutál nagy nemzetközi vállalkozáson épített, de ezt miért nem lehetne akár mondjuk picibe megcsinálni, és ott amúgy legalább próbálja meg. Megfogadta a tanácsát, és pár évvel később találkoztunk, és elmondta, hogy fel tudott mondani az unalmas munkahelyén, és teljesen megél az edzéstartásból, sőt, nagyon sokat tud utazni, de ezt úgy csinálja, hogy ott keres mindig ilyen kis Facebook csoportokat, meg meetup grupokat, és ott is tart néha edzéseket, és van, hogy kb. A maga a munkáját is, vagy az utazásnak a költségét is a munkájával vissza tudja keresni. Na most ebben a gyönyörű esős időben vegyünk át valamit, és azt elmesélek még egy hasonló sztorit. Na, majd a vlog végén megmutatom, hogy mi van a szatyorban. A másik, egy lánybarátomról szóló sztori, nevezzük Vikinek, sőt, nem maradszik meg, promotálom is, ugyanis Szirike hozzájár tréningre, mert ő egy baromi jó kutyatréner, nézzétek meg, vannak vlogok, itt fent be is linkelem erről. Az volt nekem nagyon szimpatikus a Vikiben, mint kutyatréner, és azért hozzámentem, nem pedig csoportos tréningekre, hogy teljesen a kutya személyiségére, fajtájára, és persze rám, hogy milyen életmódot szeretnék a kutyának, ő erre szabta teljesen a tréningért. Ugorjunk vissza egy 6-7-8 évet, amikor Viki is egy ilyen unalmas irodai melóba dolgozott, és tök sokat dumálgatunk, hogy hogyan tudna ebből kilépni és az álmának élni, ami a kutyák, a kutyatréning, meg ő ilyen rescue, mindenféle ilyen kutyásmentéses bajnokságokon indul, meg képesítése is van, nem is tudom pontosan elmondani, és nem merte meglépni. Évekig beszélgettünk róla, és egyszer csak meglépte azt, hogy nem csak így barátoknak segített, hanem elkezdett egyre több helyen megjelenni a kutyás közösségbe, egy szerves tagja lett, és eljutott oda, hogy ma már megél abból, hogy kutyatréner és mentőzik. A legrosszabb az lehetett volna, hogy nem jut el ide. De megpróbálta, és neki is sikerül. Neked mi az az álom, amit így nem mersz a kudarctól való félelem miatt megpróbálni? Próbáld meg! Maximum nem ez, hanem valami más jön össze, de nem úgy leszel jóval később, hogy a pénz, vagy az anyagi függetlenség, vagy valami biztonság miatt sosem próbáltad az álmaidat megvalósítani. Editáló Peti jelentkezik, hát ez a rész is hosszabbnak bizonyul, mint ahogy gondoltam, úgyhogy itt most nyomok egy ilyen szétválasztás, egy pauzgombot, holnap fogjuk folytatni azzal a témával, még jönnek az innovátorok, lifehackek, minden, úgyhogy ha most találkoztunk először, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, nyomj a csengőre is, és a like-gomb alatt megtalálható, hogy rendelhető meg a könyvem kedvezményesen, úgyhogy dedikálom, és persze bármely könyvesboltba is be tudsz menni, és meg tudod venni, valamint a like-gomb alatt a leírásban ugyanúgy ott vannak a hozzá kapcsolódó online kurzusok, értem ez alatt a personal brandinget, illetve a hatékonyságnövelési tréninget. Ha úgy gondolod, és érdemesnek tartod, küld el valakinek ezt a vlogot, illetve meg is oszthatnád, ezzel nagyon sokat segítesz nekem. Köszönöm, hogy itt voltál, megnézted. Szia! Sziasztok!